Üdv mindenkinek, illetve a 8 körös verseny mi a fasz, üdvözöl mindenkit. Szóval azt fogjuk csinálni, hogy eladjuk a mercit, amit nyertünk. Kérem a $10.000-omat. A Corvette-hez még nem nyúlunk, ha egy mód van rá, egy darabig még nem fogunk, mert ez az Ibolya szint, ragacs, még mindig egészen jól teljesít. Úgyhogy azt hiszem, hát amíg nem veszítünk vele versenyt, addig nyilván nem fogom nyugdíjazni. Úgyhogy, és ugye van a csak B kategóriás autóval jöhetsz erre a versenyre bajnokság, úgyhogy oda valószínűleg kénytelen leszek ezzel menni, mert ugye a Corvette-ünk az, mint láthatjátok, ás. Vegyük, de ez kabrió, tehát hogy szerintem húzzuk le a tetejét. És akkor hát, ha egy picit gyorsabb lesz, hogy én nem tudom. Szóval 8 körös a verseny. Kétszer 8 kör. Ennyi a bajnokság, ami azt jelenti, hogy ha nem nyered meg az első futamot, nem nyered meg a bajnokságot. Úgyhogy nézzük, mit tehetünk. Természetesen leghátulról indulunk. Van néhány ismerős arc. Dante olhagyta a piros BMW-jét. Egy sárga mercivel próbálkozik most. És hát igen, egész gyorsan kialakul a sorrendből a BMW-k, házul a mercik, iui. Igen, vigyázzunk itt a nagy előzgetésben, ugye ezt már láttuk egy párszor, hogy ilyenkor elég komolyan tud sérülni az autóm, ahogy próbálok előre jutni. Szóval ez egy maraton lesz. Úgyhogy a pozitív oldala ennek az, hogy van időm érre törni. A negatív oldala az, hogy egy 8 autós rács leghátuljáról indulok, és a gyorsabb autóknak rengeteg idejük van arra, hogy gyorsabbak legyenek, mint én. Ez meglátjuk, hogy sikerül. Egyelőre még azért szépen haladunk előre. Ugye a 6., 7., 8. kör végén a koncentrációm meg lesz-e még, az is egy nagy kérdés. Tényleg nem evidens. Meg az is, hogy a kocsink egyáltalán ugye ennek függvényében használható marad-e. És hát utána ezt meg kell csinálnunk még egyszer. Tök érdekes, két merci van az élen, nem is értem, hogy ez hogy történhetett. És egyelőre még én nem is tudtam megelőzni őket, de mindjárt jön az az útszakasz, ahol itt a kis kockaköves városban nekem nagyon jó eredményeim szoktak lenni, vagy neki megyek a falon. Ó, ez nem volt szándékos, hogy talán csak egy kicsit szegény, úristen, tök utolsó. Tönkrement a kocsija, a szíve, a lelke, ó, sajnálom, ha egyszerűen hagytál volna előzni, az nem történik meg, voltak éppen te vagy a hibás. Na igen, szóval itt még mindig meg tudjuk csinálni, hogy beelőzünk. Én a helyedben nem taszigálnálok, nem látod, mi történt a rasztahajú fiatalemberrel, aki most 18 másodperces hátrányban van? Első kör letudva, van még 7. Hát igen, ez már kicsit olyan, mint ez a Dolphin Cove-os autót autóért verseny volt, hogy óriási előnyt nem tudok szerezni a felturbózott mercikkel szemben, vagy felturbózott bármikkel szemben, mondja ezt, miközben most egy másfél másodpercet ráverte a kis kollégára. Mondjuk megelőzték, tehát ott még mindig megy a harcos usnyásban mögöttünk. A Rapido úgy látszik hű a nevéhez. Ilyenkor halkan megjegyzem, képzeljétek el, milyen lenne ez, hogyha egy teljesen upgrade-elt ne pofázzál, vezessé! Mert akkor ez egy elég unalmas videó lenne. Szóval képzeljük el, hogy milyen lenne ez, hogyha egy upgrade-elt autóban, ami nem sérült, csinálnám ugyanezt. Én abban bíztam, hogy lesz egy ilyen jó kis eseménytelen félköröm erre, ez már megint itt van a seggemben. Érdekes, ezen a szakaszon buknak egy csomó időt. Egy másodpercnyire volt tőlem, és ez most már hirtelen 2,5. Itt fel nem tudom fogni, hogy... Ez is egy csodálatos kanyarvétel volt. Szeretnék gratulálni magamnak, taps-taps. Vegyük észre, hogy Rasta így hát... Ezt elbraszta, azt hiszem, a verseny hátra levő részére. Ami persze azt jelenti, hogy akkor a következő hiába virít bármit. Ő már így bukta. Ami nem tudom, hogy amúgy, hát ugye ott volt top 3-ban, amikor én odaértem. Úgyhogy ha mondjuk a következő verseny elő elfoglal egy jó pozíciót, az nekem nagyszerű, mert ugye bukunk egy riválista magában a bajnokságban. Az persze arra van szükség, hogy ezt csináljuk végig, és nem menjünk falnak, és legyünk elsők, szóval Gyakorlatilag, ha a másodiknál rosszabbak vagyunk, akkor onnantól kezdve trükközni kell, hogy az első verseny első helyezettjét, mit tudom, egy jól ki kell lökni szándékosan, ami hát látjuk egy elég hatékony dolog tud lenni, vagy más érdekességeket kell bevetnünk. Úgyhogy az a biztos, ha top 2-ben vagyunk, és nyilván azt szeretnénk, hogy elsők legyünk. Meg az, hogy a kocsi abba hagyja ezt a lángszórást. Diamond X hirtelen bezuhant 4. helyre. Krusty tuti, hogy BMW-vel van, mert hogy ugye a gépi versenyzők stock színeket használnak, ugye minden kocsi az van ilyen 8-9 stock szín, csak én mindig csinálok saját, mert ez baromi vicces. Oh shit! Ez már nem olyan baromi vicces. Oké, szóval, hogy azt akartam mondani, hogy Rapido valószínűleg BMW-vel ment, és most ő van messze az élen. Úgyhogy ráncsuk vissza ennek a... Így nem olyan könnyű gyorsan végigmenni, amikor 600 másik ember van az utadban. Dante, nem láttad, mi történt a másik sárga Mercedes-szel, aki az utamba került a múltkor? Szóval ilyeneket ne csináljunk, amit most csináltunk. És nem volt igazán Rapido is, Merci is. Érdekes, hogy ezen a versenyen milyen jól teljesítenek a Mercedes-en. Mi ez, Forma 1? Oké, legalább a második helyünket megóvtuk, de oké, jó, ennyit erről. Ügyesebben kéne vezetni, már csak azért is, mert Rapido most kikerült a tömegből, tehát teljes nyugalommal fogott vezetgetni. Gyakorlatilag itt abban bízhatunk, hogy van, hogy jó Isten, váltsál már fel 4-esbe, váltsál már fel 4-esbe, bazd meg, váltsál már fel 4-esbe! Negyedik se rohadt automata váltó! Ez annyira nem lehet elképesztően nagy elvárás. 4-es! 4-es! Ne! Ti faszok mind! Szóval van két szakasz a pályának, ahol gyorsabb vagyok még így is, mint a mesterséges intelligencia, ez ami most jön. Illetve látottam, hogy az előbb rácsodálkoztunk ott a vár után a kanyarban. Ahhoz persze segít, hogyha a kocsi felvált 4-esbe. Az már abszolút nem úgy megy, ahogy én azt várnám. Látjuk azt, hogy gyönyörűen narancssárga kormányjelzést? Nem véletlenül. Milyen... Nem szántam politikai humornak, de végül is az lett. De szóval nem sikerült még visszaszereznünk az első helyünket, de itt vagyunk. Lőtávolságon belül a 6. kör elején, és azt hiszem most akkor ezt így kérném is, köszöntem. Vezessünk ügyesen. Ez eddig nem volt garantált ezen a versenyen. Lassan eljutunk oda, hogy betartom a sebességhatárt, ez annyira szomorú. Hát igen, most már ezen se tudok olyan garantált biztonsággal végigmenni. Még 2 kör. Szóval olyan, mintha most kezdődne egy 2 körös verseny. És 3 másodperc előnyel indulok. Ez eddig mind szép és jó, csak a kocsim darabokban van. Rasta úgy látom bánatában megállt egy kávéra, vagy én nem is tudom, mire köszönhető ez a 28 másodperces őrült hátrány, már senki nincs ott az útjában, hogy zavarja. Viszont így az élmezőnyben teljesen átalakultak a dolgok, Dante és Krusty vette át Rapido és Diamond X helyét. Mondom, ezt erre Rapido beelőz. Kösz. Ami azt jelenti, azt tudom, hogy Dante-nak, tehát hogy Krusty az egyetlen BMW rajtunk kívül a top 5-ben. Azt tudom, hogy Rastának Mercie volt, mert hát egy elég emlékezetes interakciónk volt vele. Tortusnak tudom, hogy BMW-je van, azt hiszem Bose vannak is. Bose I lesz az, nem Bose van. Annó nekem ez Bose 1 volt. Utolsó kör. Lala. Szóval, ha most megyünk falnak, akkor már nem lesz időm korrigálni. Ezzel csak azt próbálom mondani, hogy ne menjünk falnak. Te jó Isten, ez az ember hű a nevéhez, mit keres a seggemben, de szerencsére ez az a szakasz, ahol mindig rám gyógyulnak, hogy utána itt a várkastély után megint lerassítsanak valamiért. Tartsa meg a jó szokását. Megtartotta jó szokását, halleluja! Olyannyira megtartotta jó szokását, hogy meg is előzték, wow! Diamond X visszatért a második helyre, Krusty azonat hatodiknak. Rasta meg. Rasta. Konkrétan inkább lassítok. Ilyet se láttok gyakran tőlem. Amúgy azon gondolkodom, hogy az egész challenge valószínűleg ebben nagyon sokat segít a BMW tényleg, mert hogy van handlingből mit leadni. Fú, itt nagyon sokat lassultunk, lehet, hogy beérnek. Nem fognak. Mert hogy egy merci az valószínűleg 33%-ot bukott a handlingjéből, akkor nagyjából olyan lenne vezetni, mint egy tankot. Hú, oké, hát én nagyon sokat tettem azért, hogy ne legyek első, de mégis sikerült annak lenni. Rastát meg kicsináltuk. Csodálatos. Szóval igazából meg kéne nyernünk a másik versenyt is, mert most nem tudom, mi van pont egyenlőség esetén. Hát, vagy Diamond X ne nyerjen, és akkor lehetünk másodikok, ez is egy reális opció. De az ibolyas szín BMW-t eddig senki nem tudta megállítani, úgyhogy ha lehetne, most kezdjék el. Durham Road 8 kör, visszafelé megint. Tehát a pályán, ahol a hatalmas... ezt jól elcsesztem, szerencsére állóhelyzetből keresztbe tudok állni. Ami egy jó tulajdonság ennek az autónak. Diamond X bukott is egy pozíciót, mert nagyon szeretett volna előzni. Más is nagyon szeretne előzni, de olyat itt nem szabad. Rasta már javított 2-3 helyet, te jó ég. Szóval nagyon örülnék, ha ő elől lenne. Akár lehetne mondjuk második. Szóval igen, ez az a pálya, ahol óriási acél meg beton tömbök vannak az út közepén. Úgyhogy itt elég könnyen falnak lehet menni. Ami még mindig a legnagyobb veszélyforrásánk nézve, azt hiszem. Meg hát az, hogy meg tudom-e tartani a koncentrációmat 8 körön keresztül. Ez nem túl ígéretes kezdet ebből a szempontból. Hát egy brutális első kört produkáltunk. Ezt még megcsináljuk 7-szer, jó? És akkor semmi baj nem lesz. Sóhaj. Nyilvánvaló volt, hogy itt lesz egy jump cut ahhoz a ponthoz, ahol a következő alkalommal neki megyek a falnak, de abban bíztam, hogy ez nem 10 másodperccel az előző után a második kör közepén lesz, hanem még ugye a negyedik körben valahol a véget le lett. Így marad, hát egy bő másfél másodperc előjön. És egy még rosszabb állapotban. A lévő autóm, ó anyám. Most milyen jó lenne, ha emlékeznék arra, hogy ki a franc lett a harmadik az előző verseny. Diamond X egyelőre nagyon nem tűnik olyannak, úgyhogy meg tudja ismételni az ezüstérmes pozícióját. És akkor oké, a második hely jó nekem, de jó a harmadik, ha úgy adódik. Ugye aki második lett, ha az megnyeri a versenyt, annak lesz 55 pontja, ami nem történhet meg. Ha a harmadik nyer meg, aki lesz 50, és akkor ugye nekem is. Ami még mindig nem tudom, jó-e, és nem szeretném kipróbálni. Úgyhogy gondolkodom, szerintem Rapido volt. Rapido vagy Dante? Ugye Krusty beszakadt a végén, arra emlékszem. És a Rapido előzte meg Diamond X-et a rajtnál, úgyhogy én szerintem ő volt az. Ami azt jelenti, hogy ha ő nyer, neki van 50 pontja, nekem 55, ha második leszek. Bullseye harmadik, ilyen se volt még. Ami milyen köz- és önveszélyes elmebetegnek tartottak már a versenytársak, hogy egy törött szélvédőjű, csikorgó, lángokat szóró BMW-vel megyek mindenhová, és ráadásul mindent megnyerek. Na gyorsan nézzünk végig a kis listán. Rapido hű a nevéhez, és úgy látszik, szinte biztosan ő lesz a második helyezett. Ő, ha nincs is lőtávolon belül, de hogyha finganék, még megérezné idefelé jövet. Diamond X azt hiszem elég egyértelműen harmadik lesz, tehát 5 másodperc előre hátra. Azt nem hiszem, hogy be tudná hozni a maradék két-két és fél körben. Bullseye-ra hasonló feltételek alapján mondhatjuk, hogy biztos negyedik. Rasta, hát miután kicsináltuk az előző versenyben, most be kell, hogy érje egy 5. helyen, ami nem tudom a pontversenyben hová helyezi, de nagyon előkelő helyre biztosan nem. Dantéval nem tudom mi van, de pokoli lehet, az biztos. Krusty megint a BMW-kkel valamit, ma úgy látszik, nem tudom, meghekkelték őket az enyémen kívül, vagy lehet onnan lopom az alkatrészeket, és azért megy az enyém jól, az övékből meg hiányzik a karburátor, meg a kormány. Tortusz meg hát hülye a nevéhez. Ami érdekes, mert az éjszakai láncsasszéval kezdődő versenysorozatban ugye még ott is volt valami hanyapunkon, ha jól emlékszem, de legalábbis egyszer volt egy harmadik helye. Hát a neve alapján úgy feltételezhető, hogy nem az acélosabb AI profilok egyike. Viszont BMW-vel megy, úgyhogy szeressük. Lekörözni nem fogjuk. Nem kéne már sok hozzá, mindjárt 1 perc hátrányban lesz. Ami nagyon kínos, mert olyan kocsia van, mint nekem, csak nem tökig sérült és valószínűleg upgrade-elt. Megállít a rendőr, hogy ezzel a kocsival megyek, mit mond? Milyen obszcenitásokat szórna irányomba, ön és közveszélyes mi voltam miatt. Na hát az álomszerű lekörözés nem lett meg, de minden más igen. Az Ibolya szint ragacs továbbra is mérhetetlen lazasággal lenyomja a mezőit. Őszintén nem gondoltam volna, hogy ez ilyen sima lesz. Sorra halmoztuk a körrekordokat, és hát igen, 45-45 pont a Rapido és Diamond X, úgy látszik, hogy a második futam, aki az utolsó futamon éri el a jobb eredményt. Lehetik, hogy effektíve helyet cseréltek. Igen, ez egy szép rajt volt. Diamond X itt bukta kb. Ilyet látni fogjuk, igen, a második helyét ebben a kanyarban, és aztán biztosan nagyon szerezte szegény. Tortusznak lett 4 pontja, Rasztának 12, úgyhogy megosztott 6. Vagy valami ilyesmi. Zsozsó! Ez szuper, mert így, tehát ha ezt elvesztettük volna, akkor nem nagyon tudtam volna versenyre nevezni már. Ilyen problémák most nem lesz. Úgyhogy lesz egy 3 versenyből álló versenysorozat, így csak B-autóban lehet jönni. Van egy B-autónk. Eddig minden versenyét megnyerte. Lehetne mondjuk jobb állapotban is, de ez részletkérdés. Ja, ezen a pályán azt hiszem autóállapottól függetlenül favorit vagyok, bár 2 kör nem sok idő. Szerencsére 4 van, milyen jó, hogy fogalmam sincs, miről beszélek. Szóval 4 körünk van, és este. Az ellenfeleik autói viszont nem trabantok. DKM és Rapido újra itt van. DKM továbbra is a jó öreg fehér merciében, vagy hát vett egy újat. Irate is visszatért. Nem, ez nem működik sehogy sem. Ez nem úgy szarszó vicce, hogy én szeretném, hogy szarszó vicc legyen. Meg Gú pedig új jelölt, úgy látom. Szóval igen, megint az lesz a sztori. Ó, jó napot kívánok, itt nem tudom, mi történt, de... Az én orromat is jól megnyomták itt, miközben próbáltam kikerülni a katasztrófát. Annyira jó, hogy ilyenek néha egyszerűen csak itt történnek. De igen, a sztori az lesz, hogy így ezen a szakaszon ők elhúznak, és a kör végén per kör elején próbálom ledolgozni a hátrányt, ami jelenleg úgy 3 másodperc. Igen, ha 2 körös lenne a verseny, egyáltalán nem lennék benne biztos, hogy le tudnám hozni. 4 kör alatt szerintem azért ezen a pályán ennek meg kéne lenni. A más kérdés, hogy tök sötét van és nincs lámpám, úgyhogy egy esetleges első helynek meg lesz az a kihívása is, hogy nincs, aki bevilágítsa előttem az utat, ami most egyébként meglepően hasznos. Oké, vannak kanyarok, amiket már nem tudunk bevenni. Ami szarügy. És hirtelen elkezdek nagyon aggódni az elsőségemmel kapcsolatban. Nem tudom nem észrevenni, hogy nem csökkent érdemben a távolság azon a szakaszon, ahol én feltételeztem, hogy csökkenni fog. De nem baj, még mindig van egy, ahol igen, itt szerintem a világító toronyig bezárólag azért itt lehet még bűvészkedni. Amíg nem csapnak bele a falba, amit Irate-tel tették. Ami azért nem volt túl kedves. Oké, szerintem erről a versenyről igen, ezennel le kell, hogy mondjunk. Bár nem biztos. Innentől kezdve ugye, tehát azért minden egyes pozíció számít, csak az a baj, oké, az most... Csalóka, hogy közel vagyok hozzájuk. Igen, közel vagyok, de majd most szépen eltűnnek, mint szürke szamár a ködben. Hát igen, valami ilyesmi a probléma. De még mindig tudok arra az útszakaszra appellálni, amire appellálok. Itt csak ilyeneket ne csináljunk, és akkor még lett is volna remény. Kicsit túl sok a falnak menés most már. És ugye, amit már korábban elmondtam, ennek kumulatív hatása van, tehát annyira sok idő, még ez a kocsi visszagyorsul, vagy hajlandó felváltani négyesbe, mert bazd meg. Ugye azt hiszem a reális cél a harmadik hely, az optimista a második. Ugye ezt majd meglátjuk. Tehát most van az a rész, hogy előznünk kéne, és utána magunk mögött tartani őket. Ilyenkor a kör elején előzünk, és nem a végén. Az utolsó kör végén már nem lesz időm visszaelőzni. Jó, ezt most azt hiszem közel tökéletesen csináltuk. Ez is csak a negyedik helyre elég. Igen, ezt most... Ha felengedem a gázt, még be tudom ezeket venni továbbra is. De most már jobban kell figyelnem. Szóval nagyjából amit most be tudunk hozni a következő kör elején, tehát itt nem most azok az idők elmúltak, ahol ezen az útszakaszon én javítani tudok a helyezésemet. Pedig itt most jól lelassul mindenki. Anyád! Jó, hát eddig nem előztem meg őket, ezek után sem fogom tudni, az a baj. Tehát ez volt az esélyünk. Ez azt jelenti, hogy 14 pontos hátrányt kell akkor a maradék versenyekkel dolgozni, ami egyáltalán nem összevidens. És persze ez azt feltételezi, hogy megtartom ezt a helyet. Tehát arra 0% esélyem van, hogy innen előzzek. Ami szarügy. Ez lett volna a verseny, amit így meg kellett volna járnom, és akkor a későbbieknél belefért volna egy-két baki. Ehelyett még csak dobogóra se kerülünk. Ami kínos. Kicsit sokat mentem falnak. Azért néha tényleg nem látom, hová megyek, de része a problémának ez is, de sok tényezős az ügy. Voltak ezek olyan messze, pedig kicsit kevesebbet bénázok, a második hely meg lett volna, vagy 29 pont, de nem. Szóval, negyedik az 5-ből, úgyhogy itt lehet, hogy be kell vetni a piszkos trükköket és néhány embert jól kilökni. De az persze el kell jutni odáig, hogy egyáltalán kilökhessük őket. Gyakorlatilag arról van szó, hogy 14 pont hátrányunk van, és 2 verseny van hátra, tehát amit nettó le tudunk dolgozni, az 10. Minden máshoz ügyesség kell, meg sunyiság. Na, legalább látom, hová megyek, viszont esik az eső. Ez nem volt egy túl jó rajt. Szóval igen, elől a 4 BMW. A 3 piros, meg a törött. 3 piros és egy törött BMW-vel mennek a kocsmába. Jól van, itt barátságosan lassúak. Szóval mi dolgunk az, hogy meggúrol, egyrészt, hogy nyerjünk, másrészt, hogyha egy mód van rá, meggúrol, valahogy leszedjünk néhány pontot. Tehát, hogyha lökjük ki, öljük meg, pusztítsuk el, ilyesmi. Ó, bazd meg, mi az, hogy ezt a kajart se tudom már bevenni? Hát azt hiszem... Ibolyaszín barátunk karriere itt véget ért. Ez nem volt fincsi. És 13 másodpercet nem hozunk be. Volt egy esélyünk. Aztán jött a villanyoszlop. Próbáljuk meg. De nem hiszem. Hát előzni már nagyon-nagyon nehéz ezzel, akkor te jó ég. Oké. Oké. Ó, ez így. Jelentős kívánnivalókat hagy maga után. Drágám, te elvégezted a feladatodat, én nem hibáztathatom. RIP Ibolyaszín BMW 2018-tól 2018-ig. Erre a versenyre visszatérünk. Van 24.450 dollárom, ami elég arra, hogy vegyek egy új autót, ami erre alkalmas. De vessük be ezt a Corvette-et. Tehát ahhoz, hogy ezt a versenysorozatot teljesítsem, és lehet akkor ezért itt kellett volna kezdenem, de 8 körösre mindenképpen akartam vinni a kis Ibolyát. Ide muszáj egy B kategóriás autót majd vennem, ami 20.000 dollár a kukába. Vagy na, ez egy olyan dolog, amit hát most mondanám, hogy döntsetek el, de megint valószínűleg addigra már felveszem a következő videót, hogy megjavíthatjuk az Ibolyát, hogy ezt végigcsinálja, aztán úgyse fogunk már B kategóriás autót használni. Most mondhatjuk, hogy egy kicsit tiltelek. De itt az ideje elővenni a Corvette-et. És lezúzni valakit egy 4 körös versenyen Route-a-Danfon, és elvinni az A kategóriás autóját. Egy vezethető jármű. Én ehhez nem vagyok hozzászokva. Nézzük, milyen. Hát szerintem a különbség eléggé magától értetődő lesz. Szóval az ott egy upgrade-elt Jaguar. Ez egy nem upgrade-elt Corvette. Ellenfelünk egy troll. Úgyhogy moderáljuk ki. Ez az autó kanyarodik. Ez az autó nem szór szikrákat. Konkrétan fura! Oké, hozzá kell szoknom, hogy lehet vezetni. Meg hogy gyors, meg hogy minden. Te jó ég. Egy élmény? Hát én nem azt mondom. Felvált 4-esbe és nem nyavajog. Gyors, mint a villám. Ugye mondom, ezek egy kategóriában jobb autók, mint ami ez eddig hozzá voltunk szokva. Ami szerintem így mindkettőnk nettó sebességén látszik. Ez persze nem változtat a tényen, hogy még mindig egészen végig második voltam. Tehát láttuk a ó, bazd meg! Konkrétan fura, hogy lehet kanyarodni. Úgyhogy most van egy jó kis 5 másodperces behozni valók. Ezt nem tudom, mi volt. Jó, azért látjuk tehát, hogy egy kicsit gyors, meg szerencsére ő se tud vezetni. Mennyi arrébb az upgrade-elt Jaguaroddal együtt, te faszkalap! Versenyben és szerelemben minden szabad, rohadjál meg! Viszont ugye látjuk, ez a kocsi így nagyobb sebességnél, agresszívabb vezetésnél, stb. Egy kicsit jobban sérült. Hát abból a szegény BMW-ből kihoztunk szerintem mindent, ami benne volt. Hát hány verseny nyert meg nekünk? 3-at, 6-ot, 10-et, 15-öt, 16-ot, 18-at, ebből 2 körös volt. Ahhoz, hogy ez a Corvette hasonló számokat produkáljon, ennél óvatosabban kell vezetnem. A szuper hátsó lámpák már most eldeformálódtak. Ilyet ne csináljunk, van olyan, hogy felfüggesztés. Értem, hogy a BMW már nem tudott ilyet csinálni konkrétan a végén, mert annyira pocsék állapotban volt minden, hogy A nem repült, B ha repült se volt már, hogy semmilyen alkatrész, ami összetörhetett volna. De itt most, hogy van 6 másodperc előnyünk, szerintem talán inkább foglalkozzunk azzal, hogy ilyeneket ne csináljunk, mint amit most csinálok. Azért ez durva volt a szegény BMW-vel, tehát nyilván a tervezett elavulás az része ennek a kis challenge-nek, meg óhatatlan, hogy oké, egy bizonyos ponton túl egyszerűen használhatatlan lesz a... Basz meg! Oké, hirtelen van egy versenyünk, én már csak sztorizni akartam. Szóval, tehát oké, nyilván van benne tervezett elavulás, meg van benne az, hogy egy bizonyos ponton túl egyszerűen képtelenség az vele versenyeket nyerni, és akkor meg búval bánattal nyugdíjazzuk. De nem azt gondolta, hogy mindent megnyerek, 3 bajnoksággal azután, hogy azt hittem, hogy már használhatatlan lesz, akkor is mindent megnyerek. Mi az Isten csinál? Oké. Nem oké, abszolút nem oké. Ezzel az autóval én még elég sokat akartam autózni. Látjuk, anyagi tartalékaink olyan nagyok nincsenek, arra a másik versenyre nevezhetek újra. Innen, ha ezt megnyerjük, eladjuk 20.000 dollárért, az mondjuk egész korrekt összeg, de ugye nem lett aranytartalékunk. Mert megvettem a Corvette-et, amit a Pontiac helyett, ami fele annyiba kerül. Kicsit luxusos az autó. Cserébe elég jó is, tehát hogy amúgy, ha normálisan közlekedek, gond nélkül agyonveri a felturbózott Jaguárt. Így gondokkal veri a felturbózott Jaguárt, úgyhogy koncentráljunk. De igen, szóval én nem számítottam így hirtelen lejön egy pont, amikor egyszerűen dur, vége, semmi, esélyünk nincs. Ez a szegény Corvette hát már most félúton jár az az állapothoz, úgyhogy meglátjuk, mit tehetünk. Itt a kihívás az lesz szerintem, hogy én ezeket az autókat megtartom és nem adom el, mert pedig nyilván nem fogom eladni ezeket a kis szépségeket, amikkel a hívás egy nyerek meg küzdöttem. Akkor viszont ugye újra meg újra be kell... viszlát. Ezért nem próbáljuk meg megelőzni Yello Rambót. Rasta tudna mesélni neked, hogy ilyenkor mi történik. Szóval... Akkor viszont a challenge része lesz az is, hogy újra meg újra be kell fektetnem egy jelentős összeget az új autó megvásárlásába. Na, hogy ez hogy volt a legjobb köröm, úgyhogy izé fejjel lefelé végeztük. Most kétféleképp nézhetünk erre a dologra. Az egyik az, hogy oké, most letudtam 4 kört, most már nagyjából érzem, hogy milyen az, amikor egy autó jó állapotban van, és akkor újra tudom normálisan vezetni. A másik az, hogy most oké, vezettem 4 kört, félig összetörtem a kocsit, és most már olyan szar, mint a másik volt, úgyhogy fogom tudni vezetni. Egy szó, mint 100-ban 4,5-5 másodperc előnyünk, amit most ha lehet, már lebasszunk el. Meg a felfüggesztést se. Mondjuk ezt már mondtam, és nem hallgattam magamra. Oké, most már nincs időm arra, hogy hülyeségeket csináljak, és 2 másodpercet csappant az előnyöm, úgyhogy most már nem menjünk falnak. Meg ne kelljen megnyomnom a reset gombot, meg ilyenek. Meg ne így vegyük be a kanyarokat. Meg leszünk, de azért... Sokkal jobban összetörtem a kocsit, mint kellett volna. És sokkal nagyobb frásztoztam magamra, amit kellett volna. De meg vagyunk. Teft. Még hátulról belépünk, így a végére. Anyád. Kösz az autót, hülye. Szóval legközelebb kell szereznünk egy kocsit, amit benevezhetünk erre a versenyre. Lehet, azt úgy fogom megszerezni, az nem hülyeség. Na, ezt lehet, hogy rátok bízom, nem tudom. Csak megint addigra én felvennék videót. Szóval lehet, azt úgy kéne csinálni. És úgy lenne fair, hogy az ibolyaszín roncs. Jó, ezt a szart nyilván eladjuk a maga $20,000-jáért. Az ibolyaszín roncsnak egy utolsó utáni feladata lehet, hogy lenne. Ha nem tudja megcsinálni, elbukjuk. De ha meg tudja csinálni, akkor egy utolsó küldetésre elküldhetjük, hogy megszerezze nekünk az autót, amivel utána megyünk erre a versenysorozatra, amit ő már nem tudott megnyerni. És akkor valahol még benne is lenne a győzelemben. Vagy teljesen elveszítjük, ezt majd meglátjuk. És hát a másik feladatunk ugye az lesz, hogy megnyerjük ezt az 5 versenyes kieséses sorozatot. Egy olyan Corvette-tel, amit már most sokkal jobban összetörtem, mint amennyire kellett volna. Izgalmas lesz. Kezdenek utolérni a problémák. Meglátjuk, hogy alakul ez a későbbiekben. Innen folytatjuk legközelebb.